fucking house down. Hello mindenki, sziasztok srácok, itt vagyunk, és íme itt vagyunk egy következő videóban. Sziasztok, sziasztok, hello, hello, üdv mindenkinek. Csácsá, remélem, hogy jó volt az iskola, és felkészültek erre az új videóra, mert most különleges izgalmakkal térünk vissza, ugyanis szokásan a Minecraftban vagyunk itt. Juhú! Na! És, srácok, akkor szokásos videó előtti dolog, hogyha tetszik a videó, akkor dobjatok egy lájkot, azt nagyon szépen megköszönöm, yeah, like, és iratkozzatok fel a csatornámra, az is fontos, és légy szíves, hogyha esetleg szeretnétek pénzén is terméket venni, akkor leírás elsősorában azt megtaláljátok és csekkoljátok le. Szóval, na, kezdjünk bele a dolgokba, menjünk ki szerintem normálisan körbenézni első sorban, és átnézni, hogy mi is van ugye itt, illetve a faluban, közben amúgy a való életben is pont itt van mellettem most Kis, szóval őt is nyugodtan üdvözöljetek. Szóval most nincs benne a videóban, de itt van igazából, itt mellettem, pontosan itt ül mellettem, vagyis fekszik. Szóval, ja. Na, elsősorban a kovácst akarom így is van megnézni, hogy van-e nála cucc esetleg, mert azért eléggé király lenne valami kis alapfelszereléssel. Nincsen, oké, okay, jó rendben, akkor már nincsen a kovácsnál cucc. Jó, mindegy. Hát akkor nagyon énekkel, most nem fog szerintem elmenni az idő. Nem tudom, hogy mit kéne most ebben a videóban főleg csinálnunk. Pá, akkor már az ópiamát is készítem, hogy akkor minden nálam legyen. Figyeljetek. Szerintem akkor fánk nagyon nincsen, szóval lehet, hogy azt kéne elmenni vágni, ja. Szóval akkor szerintem kezdjünk bele egy kicsit a favágással. Kezdjük el csinálni a dolgokat és ezeket szépen gyűjteni, mert ezek mindig fontos dolgok szoktak lenni. Amúgy közben az egyik kedves nézőm pont rám írt Facebookon, kedves Tibor, szia Tibor, üdvözlöm őt a videóban is, szia Tibor. Na, szóval srácok, jó, ennyi van most, elég lesz, ezzel szépen hazamegyünk, ezzel remélem, hogy egy ideig meg tudunk lenni. Crafting table-ön biztos, hogy van, szóval azzal nem nagyon lesz probléma. Semmi gyors, egy kis botolt, semmi egy facsákányt, és nagyjából így ennyi. Mondjad, hello, falusi, szia, mondjad. Szia, üdv, hello. Na, szóval megvagyunk akkor a facsákánnyal. Mondjad, éppen dolgozok, meg most izélnünk kell, most meg majd követ izészedni. Beszélnünk kell, mondja nyugodtan, hello, üdv. Rég láttalak meg minden, nyugodtan mondjad, hogy mit szeretnél. Ráérek igazából végül is. Nem nagyon örülünk, hogy ellustultál. Mi az, hogy ellustultam? Nem is lustultam el, most is mentem fát vágni, meg ilyenek, meg követ szerezni. Nem farmászkodsz sötöből. Hát jó, de hát minden falusi farmászkodik, meg ilyenek. Meg nem azért, de hányszor megmentettem a falut, meg minden. Most nem, tényleg nem rossz volt, tehát hogy semmi, csak na. Érted, én inkább az izgalmas dolgokra vágyok, nem csak a farmászkodás meg ilyesmi. Na mindegy, érted szerintem, ja, igazából ennyi. Hogyha más nem szeretnél, akkor hello. És azt beszéltük meg, hogy kitagadunk. Kitagadtok? Mi az, hogy kitagadtok? Nem á, hát, hallod? Hát, nem vagy nekünk túl megérős. Én védtem meg a falutokat egy csomószor, meg egy csomó dologban segítettem. És kitagadtok? Wow! Nem érdekel. Az komoly, hát oké, jó, rendben van, hát akkor oké. Jó, hát akkor srácok, pakoljunk össze. Egy percet van összepakolni. Hát kösz! Úristen, de nagyon, úram, atyám. Hát srácok, ez most nagyon gáz. Konkrétan kitagadott a saját falum. Mi a izé már? Ez mi már? Miért ennyire gonoszok? Ne, Istenem, ez nagyon gáz. Ez nagyon gáz, hogy így van kitagadtak, de hát mindegy, akkor magammal viszem az ilyen pútorokat, aztán annyi. Nem nagyon tudok így mit kezdeni ezzel az egésszel. Hát jó, nagyjából így ennyit tudtam így összeszedni. Oké, és hát akkor kimegyek. Szedek akkor már innen egy kis követ, hogyha már így ennyire izék voltak velem. Hát jó, akkor ilyen szétszedem szépen így a házat, azt kiszedek valamennyi követ. Ha már így bántak velem, akkor ja. De ne rombolj! Ti meg kitagadtok, mi az, hogy ne romboljak? Hagyjál békén. Hol vagy? Nem is látsz engem. Na, jó van, készen állok, megyek is innen inkább el, jó? Csá, hagyjál békén. Ó, Istenem. Na jó, kéne csinálnom majd egy kőbaltát. Azt gyorsan úgy lecraftolom, mert azért az fontos dolog. Így is van. A házad Sanyi. Sanyinak adjátok a házamat? Azt én építettem. De azt én építettem azt a házat. Nem tagadhattok ki. Ez a ház az enyém. Akkor viszem magammal a házamat is, jó? Elviszem úgy, ahogy van, te és szia. Akkor jó, akkor elviszem a házat is. Jó, oké, rendben, szedem szét, jó? Ez én házam, menj! Én csináltam a házat! Én csináltam a házat, nem vehetitek el tőlem! Én építettem a saját kezemmel!
Nem már, nem érdekel. Hallod, le PvP-zelek, azt akarod? Nem félsz? Amúgy egy kicsikét? Istenem. Most itt ezzel menőzzél, ugye vágod, hogy ezzel kettőt belédítok és véged van. Na, mindegy. Szevasz. Az igen. Komoly srácok, komoly, az igen. Hát oké, okay. Jó van, hát mindegy akkor. Jó van, kitagadtak a falusiak, ez az, je, végre szabadságra, és elvették a házamat. Ráadásul elvették a házamat. Istenem, most ilyenkor hogy mit kéne csinálnom, vagy nem tudom. Most így tényleg semmit nem tudok csinálni ellene. Azért megölni nem akarom őket, mert mégiscsak én nem vagyok ilyen izé bosszú álló meg ilyenek. Na mindegy, hát jó van, akkor én inkább vágok kevéske kis fát, aztán neki kezdek valami gyors valami menedéknek, mielőtt lemenne a nap. Aztán ja, reméljük, hogy azzal kibírom majd egy ideig, valameddig remélhetőleg. Ez nagyon gáz, hogy csak így random kidobtak engem a falusiak. Mennyire izék már? Ez nagyon rossz, na mindegy, jó van. Hú, oké, és jó, építsünk szerintem itt valahol egy házat, aztán annyi. Így is van, nem kell túl nagy ház, megcsinálok valami kis alapházat, aztán csá, csak valami kis menedékünk legalább legyen az estére. Hogy azért mégis csak tudjak hol aludni, meg ilyesmi. Jó, így is van, valami kis ablakot majd azért így hagyok neki. Hát, nem a legszebb, nem a legszebb ház lesz, az biztos, de hát valamennyire csak oké lesz, reméljük. Így nagyjából, oké, okay, királyság. Na, srácok, gyors ide, tényleg így összedobunk valamit. Így, né? Csinálunk majd egy ásót, meg ilyesmit. Jó, ez így már egy alapnak amúgy egész jó. Szerintem ez így egész normálisan néz ki. Ja, jó van. Királyság, na, valahogy ez így lesz, akkor. Mondjuk ezt még így ide rakom. Akkor így ezt is kiütöm, okés. Na, itt lesz majd egy ajtó. Uramisten, de nagyon este lett. Itt lesz majd egy ajtó, gyors megcsinálom a padlózatot, meg ilyeneket. Ezeket még gyorsan, hogy legalább csak estére legyen valami kis menedék, hogy legalább aludni tudjak, vagy valami. Azért ez mégiscsak jó lenne, hasznos lenne. Így is van, tökéletes királyság. Hát ezt akkor már így befedem. Oké, okay. Jó, csinálunk egy ajtót, amúgy egész jó lesz. Egész jó lesz amúgy ahhoz képest, hogy csak gyors most csináltam. Ja, az ablakokat majd később megszerzem, az cső. Ezeket szépen lerakom. Dani, valaki szól. Na várjátok, valaki szól. Ezeket gyors lerakom. Mi az? Mondjad, mi van? Mondjad, ez előbb elüldöztél, mondjad, mit szeretnél. Én már éppen izé rendezkedek be az új házamba, amint látod, nem érek éppen rá. Segítened kell. Segítenem kell? Most üldöztetek el, hagyjatok békén. Segítened kell, ilyet szól. Az előbb üldöztetek el engem, és még a segítségemet kéred? De hát bocsi. De hát bocsi. Biztos, hogy nem, hagyjál békén. Nem. Hagyjál békén. Felkaptam a vizet. De figyelj már, jó, miben kéne segíteni? Egyedül azt mondd, de aztán meglátom. Hát srácok amúgy nem azért, de... Ó, Istenem. Megtámadták a falut. Jaj, de jó, Istenem. Jó, srácok, mondjátok el, hogy segítsünk nekik, vagy nem. Mondjátok el, írjátok le a kommentbe. Én nem akarnék segíteni, de mindegy, akkor menjünk segíteni. Nagyon utálok téged, falusiam, hogy nagyon-nagyon utálok ez miatt. Tehát, úristen. Úristen, de izék vagytok, megértem. Hát jó, hogy megérted, elüldöztetek engem a faluból. Uram, atyám, mennyi csontváz van. Na jó, ezeket gyors, akkor öljük meg. Istenem, srácok, nagyon-nagyon izé. Nagyon-nagyon fejlegesítettek engem. Elüldöznek a faluból, aztán meg most visszahívnak, hogy megvédjem. Ez mennyire izé már, de tényleg. Úristen, mennyi zombi meg minden. Remélem, hogy hamar meg leszünk vele, mert azért, ja. Jaj, falusi, figyelj már, menj már arrébb, de azért nem kéne meghalnod, még a véletlen még megütlek téged. Jó, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jó, ezeket elég easybe szétfüggjük PvP-zni, azért ez nem annyira túlságosan hardcore meg semmi. Szóval, ja, ezekkel igencsak könnyedén megvagyunk. Így is van, ezt is szépen megalom. Hú, de nagyon utállak téged. Jaj, ott még van. Jaj, ott még van. Jó, nem baj, azokat is gyors megöljük. Úramatyám, mennyi van itt. Úramatyám, mennyi van itt. Jaj, hát ez már egy kicsit így nehezebb lesz, de mindegy, ezekkel is megveszünk. Szerintem, legalábbis ott nagyon remélem. Ezeket gyors szétvépőzzük, aztán kigoldhatom a falusit, hogy komolyan elüldöztek engem, aztán visszahívnak, hogy védjen meg a falut. Ez mennyire gáz már, de tényleg. Ez nagyon-nagyon gáz. Na mindegy. Jó, beveszünk még egy jó pillanat, gyors szétvépőzzük az egészet. Nagyon bének, csak nagyon sokan vannak, de... Mindegy, PvP-zésből ötösek vagyunk, srácok, ezt ti is tudjátok. Szóval, ja, aki nekem szurkol, az pedig nyugodtan dobhat egy lájkot, aki meg ellenem van, az nyugodtan dobhat egy diszlájkot. Ez tőletek függ, még itt benn is, úristen, mennyi zombi van. Milyen nagy támadás érte már a falut, azért ez durva. Na mindegy, jó. Oké, oké, így is van. Jó, ezekkel már, srácok, már meg leszünk bőven. Királyság. Na, merre vannak még zombik, meg csontvázak, meg ilyenek? Itt van még egy. Jó, királyság, ott van még egy, az is meghalt.
Jó, van, még a kútban vannak. Jó, ezeket gyors megöljük. Úristen, mennyien vannak. Jó, oké, királyság. Ajajaj, valaki közben belökött. Ó, Istenem, egy zombi valószínűleg belökött engem. Nagyon jó, na mindegy. Jó, hallod? Engedj már ki! Falusi! Ki engednél? Légy szíves! Mit ütögetsz engem? Engedj már ki, hallod? Egy blokkot... Jó, kösz. Na. Ó, Istenem. Jó, van, még ez a pár zombi van, aztán szerintem vége van. Jó, oké. Ezek pedig íziek, mindegyik ilyen egy-két ütés, szóval, ja. Itt még a házban is van, ezeket is... Nyitod már ki. Na, végre. Jó. Ezeket is na, nem bírok beszélni. Ezeket is gyors le-PVP-zzük. Még a kúdó még van, még mindig egy-kettő zombi. Ezekkel meg vagyunk és vége van! Végre! Na! Köz volt, mennyi zombi van még. Ajajaj. Jó. Oké, nyugjon srácok, ezeket is gyors le-PVP-zzük. Szépen megvédjük a falut. Úgy már kezd fájni az ujjam. Már nagyon izé. Nem tudom, mennyi zombit öltem meg, de egy 500 zombit most biztos megöltem. Na, vége van! Istenem, nem még ott egy darab van. Na, most van vége! Falusi! Ide figyelj! Segítettem, de nagyon-nagyon nem szívesen. És remélem, hogy büszkék vagytok magatokra, mert ja, nagyon-nagyon okosak vagytok. Tényleg gratulálni tudok, hogy elüldöztök, aztán pedig megtámadják a falut. Hát, ja, rád vagyunk büszkék. Rád vagyunk, hát nagyszerű, ennek örülök, de elüldöztetek még mindig. És most visszajöttem és segítettem, és most én vagyok a király? Hát nem azért mondom, de ez eléggé kihasználásnak tűnik. Mindegy, és természetesen visszajöhetsz. Jaj, de jó. Kérem vissza a házamat, és akkor benne vagyok, jó? Ennyit akarok csak. Sanyit pedig küld el innen. Sanyit küld ki innen, ő nem kell ide. Így is van, szépen Sanyi kimegy, na. Jó van, srácok, visszakapjuk a házunkat szerencsére. Szóval ezzel nem nagyon lesz gond. És ja, igazából ennyi, meg tudtuk menteni a falut. Úgy ahogy, szóval a királyság. A falusiak meg visszahívtak engem. Mondjuk nem tudom, ezek után nem szívesen ja, vagyok itt, na mindegy. Itt vagyunk, majd írjátok a kommentben, hogy maradjak ebbe a faluba, vagy nem. Szóval ja, ennyi volt ez a videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogy tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Ezt már elmondtam egyszer. Csekkötök le a többi csatornámat, és csekkötök le a termékeimet is, és nyomjátok meg a csengőt, hogy mindig kapjátok értesítést, és találkozunk legközelebb, és sziasztok!